Hát ilyen színvonalas előadások után nehéz bajba vagyok, mert én kizárólag csak a saját tapasztalataim alapján gyűjtött tudományomat szeretnék önökkel megosztani. Erről szeretnék szót váltani önökkel, különös tekintettel azért arra, hogy a jövő évben új ciklus, méghozzá egyedülálló ciklus, kezdünk egy 20 éves ciklus. Olyan érzésem van, hogy keressük az üzgazdálkodásba azt az utat, amit sajnálom, de elvévesztettünk. Az utóbbi 20-25 évben valószínű nem csak nekem tűnik föl, mert ezt például a Csányi professzor úrnak is föltűnt, mi csak panaszkodtunk. Sok esetben bizony csak azt mondtuk el a publikációink során, hogy milyen baj van az ősszel, rossz a minősége, többet lehetne kilőni, romlik az élőhelye, romlik az állomány összetétele, elfiatalodik az állomány. És valóban én is ezt tapasztaltam. Az ősz állományról inkább csak a rosszat, a problémákat vettük észre. Nem vettük észre azt, hogy ennek érdekében kellene valamit tenni. Mire gondolok? Arra gondolok, ami alapját képezi az őszgazdálkodást. Élőhely javítás. Nem furcsa, amit mondok, mert én a állományhasznosításról kívánok beszélni, de az állományhasznosításnak, az állomány fenntartásnak igenis az alapját az élőhely gazdálkodás szabja meg. Az állományhasznosítás, én lefordítom rövidebbre, lelövési terv készítés, ugyanis én ezt értem alatta. A lelövési terv készítés az állomány hasznosítás zárójelben, az őszgazdálkodás legfontosabb mozzanata, legfontosabb eljárása. Itt lehet olyan munkát végezni, aminek évtizedekig visszük a levét, lehet olyan munkát végezni sorozatosan, aminek eredményeképpen évtizedekre megalapozzuk gazdálkodásunkat. Most olyan korszakban élünk, olyan időszakban élünk korszakban, amikor jövőre kezdődik egy új éra, új lehetőség, 20 év. Ennek lehetnek hibái, lehetnek előnyei, egy biztos, hogy nekünk meg kell találni azt az utat, ami az üzgazdálkodásunk jövőjét biztosítja. Azért hangsúlyozom ezt, mert ha most rossz úton indulunk el, abban az esetben ezt az utat 20 év alatt nem biztos, hogy megtaláljuk. Az üzgazdálkodást különösen érzékenyé teszi, nehézé teszi, ugyanakkor értékessé teszi, ha ezt valaki tudja. Az ősz, az nagy vadjaink, én Magyarországról gondolok, majd a hazánkban élő nagy vadfajaink között a legkisebb testű, a legérzékenyebb, teritoriális vad, a külső tényezőkre lehet ez, emberi lehet az időjárás, a legérzékenyebben reagál, és egy kicsit mondhatnám úgy is, után viselkedik. Nem tud védekezni. Konkrét példát mondok, 1980-as években egyik tagja voltam annak a csapatnak, akik vizsgálták az alföldi őszpusztulás okait. Ugyanakkor volt, ha jól emlékszem, Békésben is egy ilyen pusztulás, azt a Békés megyeiek vizsgálták. Mit tudtunk megállapítani? Azt, hogy egy lokális területen, egy szűk területen
olyan szárazság volt, hogy a nyári hőségben a zöld természetes növényállomány elpusztult, elszáradt, de az ősz csak azt tette, mert a helyhez kötése miatt kénytelen volt azt tenni, mert a territoriális viselkedése nem engedte meg, hogy átmenjen 10 kilométerrel arrébb, mert ő idézőjelben ilyen tehetetlen, sérülékeny, buta állat. Ugyanakkor a szarvas, a dám, a vaddisznó, ha nincs víz, mit csinál? Elmegy 20 vagy 50 kilométerre odébb, ahol talál vizet, nem csak innivaló, de daganyázni való vizet is. Tehát ilyen állapotban az ősz a legsérülékenyebb nagy vadunk, és ennek tudatában kell vele egy kicsit úgy mondom, hogy szeretettel, tisztelettel, alázattal viselkednünk, gazdálkodnunk, kezelnünk, és amikor szóba kerül, a hasznosítást tervezni és végrehajtani. Amint említettem, ez a hasznosítás, nem úgy említettem, én nekem ez egyértelmű az állomány lelövési tervének, ugyanis az őzet másként nem nagyon hasznosítjuk, csak lelövéssel, amiből kettő értékét képződik, agancsérték, illetve húsérték. Mit tanítottak elődeink az ősz hasznosításáról? Elődeink között elsősorban hazai irodalmi adatokat mondok, hiszen azokból lehet a reális következtetést levonni. Az 20. század, tehát az 1900 éves évek elején azt tanították, azt mondták, azt írták le, de még ezt írta le Szederjei Ákos is 1959-ben, hogy az ősz szaporulata 1, de inkább 1,5. Igaz, hogy nem írta le, hogy ez milyen szaporulat, ez gidaszám vagy fölnevelt. Ezzel a gidaszámmal számoltak, és ehhez szabták meg a hasznosítást, a lelövést. Következő. Innét indulok ki az előzőből. A hasznosítást 1970-ig körülbelül, 70-75-ig mi ennek megfelelően próbáltuk az állomány esetében alkalmazni. Tehát amennyi a kidaszám, annyit lehet lelőni. Ez egy természetes folyamat, hát csak annyit tudok lelőni, amennyi a reprodukciós ráta. Ha az csökken, akkor nekem kevesebbet lehet lelőni abból az állományból. Hazánkban egy kicsit késve indultak meg az ősz szaporodás biológiai vizsgálatai. Elsősorban ezeket külföldön, Németországban, Lengyelországban, Svájcban, Svédországban kutatták, és értek el eredményeket, majd ezt követően valószínűnek tartom, hogy mint példa, de amiatt is bizonyos mértékig én is benne voltam a 70-es években, egy olyan óriási ősz állomány felfutás volt, bocsánat, akkorra már be is fejeződött, az 50-es évek vége, 60-es évek elején, végén, ami erre még nem volt példa, egy kicsit mi idegenként kezeltük az őzet akkor, nem értettünk hozzá, akkor tanultuk meg, és itten önök között is van egy-két olyan idősebb, ilyen magam korabeli, akik akkor tanulták meg, ismerték meg az őszgazdálkodást, és akkor jöttek bele abban a munkába, aminek a fiataljai, tanítványai most itt ülnek. Jó, mert a szaporodás biológia első vizsgálatai egy kicsit a
Sugár professzor úréval azonos dolgokra. Avatkoznom, de ezek képezik a továbbiaknak az alapját. Mivel foglalkoztak először a külföldiek? Azzal, hogy mennyi az átlagos magzatszám. Amit nálunk is valamikor az 1900-as évek elején megtapasztaltak, mennyi a magzatszám. Amennyi a magzatszám, valószínű, annyi ősztől is nevelő. Hogy az 1900-as évek elején, amikor a tubadírtást más módszerekkel, más intenzitással, más széllal végezték a vadőrök, nem a hivatásos vadászok, mert nekem a vadőr az igazi vadgazda, akkor nem érdekelte más a vadgazdálkodókat, mennyi az embriószám. Tehát ilyen embriószámokat kaptak, következő, amelyhez hasonlót, menjünk tovább, amelyhez hasonlót majd Magyarországon is kaptunk, az utolsó rubrikát tessék nézni, 1,9 sutánként. A magzatszám hangsúlyozom, és most menjünk vissza. Külföldi vizsgálatok, Anglia, Dánia, Németország, később rájöttek, hogy ebből nem sok mindent tudunk meg, nekünk fontosabb az, hogy mi a fölnevelt szakoknak, mi az, ami az állományunk értékét növeli, mi az, ami a fölnevelt szakoknak, ami bizony figyelmeztető érték lett, 0,2, 0,7, 0,3, tehát így. Ezek az értékek, mind olyan értékek, amelyek akkor már figyelmeztető értékek voltak, és mehetünk tovább, és Magyarországon ezt követően, jó, Bakai, Fodor, Homonai, stb. Volt, és hát szerény személyen is benne volt ebben a csoportban, és én is vizsgáltam. És ebből nem sokat tudtunk meg. Aztán később mehetünk, rájöttünk arra, hogy ezzel nem lehet számolni, ezt nem lehet figyelembe venni akkor, hogyha én egy állomány hasznosítást akarok tervezni. És akkor, hát most az önző módon az enyémet mutatom, és elég hosszú vizsgálati időszakom volt, 78-ban kezdtem el, és tessék az utolsó oszlop számaira figyelni. Ezeknek jelentős részét az Alföldön, Szolnok megyében, illetve Tengelicen végeztem, ennek a javarésze Tengelicen volt, tengelici, dunántúli, kimondottan nem űzes területek állományának a felnevelt szaporulata eredményei ezek. Tessék megnézni, 0,78, de van ottan olyan is, hogy 0,28. És ez nem egy vizsgálat eredménye. Itt van 1978-tól kereken két ezerig, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 év eredménye. Tehát ezek az eredmények, ezek nem véletlenek. Ezek az eredmények olyan eredmények, amelyek sajnos itt vannak. Ott vannak az állományokban valahol. Igaz, hogy ezek egy adott állományra vonatkoznak. De tessék megnézni ezt az óriási ingadozást. Óriási ingadozás, 0,8-tól 0,2,5-ig megy. Ezek figyelmeztetők, mehetünk. Örülök annak, hogy ezt a vizsgálatot, sajnálom, hogy nincs itt a Meisinger professzor úr,
Hódmezővásárhelyről, mert tudomásom szerint olyan nagyon sokan most nem foglalkoznak ezzel, és ő folytatott ilyen vizsgálatokat, elsősorban embriovizsgálatokat, de vannak különböző, talán majd lehet erről még szó, mert következő előadó arról a vidékről jön, és lehet, hogy ismeri ezeket az adatokat. Tehát a Meisinger professzor is hasonló eredményeket ért el később, és az az érdekes, hogy ezek az adatok már az embrió szám adatai is csökkentek lehetünk. Később Tolna megyében mi is elkezdtünk egy olyan vizsgálatot, amivel azt szerettük volna eldönteni, hogy vajon egy társaság területén vannak ilyen rossz adatok. És akkor a itt ülő dr. Király Istvánnal közösen megterveztük ezt a feladatot, és Tolna megyében ezeken a területeken, amelyek számmal jelöltük ki, elvégeztük ezeket a felnevelt szaporulat vizsgálati eredményeket tavaszi időszakban. És tessék, megnézzük, milyen átlagot kaptunk, 0,5, nagyon alacsony, mehetünk tovább. Az őszi vizsgálatokat csak később próbálkoztunk ezzel, amiatt fontos, mert az őszi kida vadászati idény előtt megismerhetjük azt, hogy mennyi a gidánk, mennyi a fölnevelt szaporulat, és ehhez alakíthatjuk a lelövési terméket. Tehát ugyanazok zömében, ugyanazok a vadásztársaságok, tehát nem blöfölés, ezek konkrét számok, amelyeket az ottani hivatásos vadászok, vadőrrel, vagy valaki vadásztársági vezetővel közösen végeztük meg. És még van itt egy eredmény, amelyiket tíz tavaszán végeztük, amelyik bizony-bizony katasztrofális. Miért? Mert az időjárás, a téli időjárás elpusztította a gidákat. És ha én ezt nem figyelem, és egy jó évben nézem, kapom meg ezeket az eredményeket, akkor én egy rossz tervet készítek. Ha viszont egy ilyet, ha figyelmet kapok, ilyen eredményt kapok, akkor figyelmeztet arra, hogy álljunk be egy pillanatra, gondoljuk végig, hogy ez igaz lehet. Nézzük meg az előző évit, és akkor készítsünk el egy következő évi tervet. Szarabon és Láli professzor urak összesítették ezeket az eredményeket, és ők ugyancsak ezt a óriási ingadozású felnevelt szaporulat eredményt értek el, holott az őznek a fekunditása, tehát a termékenységi mutatója az genetikailag kódolt, de általában az mindig függvénye a környezetnek, a környezeti lehetőségeknek, tápláléknak, egyebeknek, én az egyebek alatt zavarás, emberi zavarás, egyebekre gondolok. Tehát milyen messze eljöttünk attól. Tehát hiába magas az ősz termékenységi mutatója, az ősz felnevelt szaporulata az utóbbi időszakban, utóbbi évtizedekben valóban lecsökkent. Visszautalok az első mondataimra, esetenként jogos a panaszkodás. És ezek után kell arról beszélni, hogy lehet-e ezen segíteni. Lehetünk. Tehát arra figyelmeztetek ezek a eredmények, hogy az évszázaddal korábbihoz visszajutva jelentős a visszaesés. Az eredmények évenként változnak, tehát nem elég egy eredmény alapján nekem
a tervet elkészíteni, vagy az elképzelésemet egyáltalán megfogalmazni. A csökkenő felnevelt szaporulat miatt tudomásul kell venni, hogy nem lehet akkorot lelövési terveket készíteni, mint amekkorát Szederjei Ákos bácsi könyvében olvashattunk 1959-ben 30%-át a tavaszi állománynak lelövésre terveztek. Annyi volt a szaporulat, mert hasznosítás tervezésének vannak előfeltételei. Azért ma már megköveteli a gazdálkodást, és én maradjak az őszgazdálkodásnál. Az, aki tervezést vállal, egy kicsit értsen az őszhöz, az ősz biológiájához, az ősz gazdálkodásának gyakorlatához, mert aki nem ért az ősz biológiájához és gyakorlatához, az nem biztos, hogy meg tudja készíteni a tervet. Én a felkészültség alatt ezekre gondoltam, és bízom benne, hogy a következő évtizedben, a következő 20 éves tervezésnél már ilyen kezekben lesz, és a vadőrök segítségével készülnek a lelövési vagy hasznosítási tervek. Mit kell nekem ismernem ahhoz, hogy tervet készítsek? Én tudom azt, hogy most többen fölzúdulnak. Istennek kell, hogy mire tervezek. Mekkora az állományom nagysága? Honnét tudom? Hát ha megszámlálom. Helyesebben, ha megbecslem. Na most ennek a becslésnek, a számlálásnak több módszere van. Ebben le van írva, de máshol is meg lehet találni. Az állomány becslésnek a módszerei között van egy, ami az alföldi sík mezőgazdaságilag hasznosított területein, ahol kevés az erdő, meg lehet számlálni az őzet, ami nem számlálási eredmény, az becslési eredmény. Becslési eredmény. De én azért megnyugodhatok, hogy körülbelül tudom, hogy mennyi az őzem. Egyik cikken írásához felhasználtam az egyik alföldi vadásztársaság, aki olvasta cikkeimet az utóbbi időszakban. Megkérdeztem a vadászmester, sajnos nincsen itt az illető, tudná igazolni, hogy mondd meg, mennyi őzet vallotok be. Megmondta, hogy mennyi őzet vallanak be. Mondta, most mondd meg azt, hogy mennyi őzetek van. És akkor megmondta, hogy mennyi van. Ugye több ezerrel több volt. 2-3 ezerrel több volt. Miért nem azt használod? Azért nem, mert a hatóságnak nem kell mindent tudni. Igaza volt? Majd erről később beszélünk. Kedvem, barátaim, igen. Lehet számlálni az őzet? Az állomány ismeretéhez szükségem van egy olyan számra, amire alapozhatok. A felnevelt szaporulat és az állomány nagyság ezt biztosítja számomra azt a lehetőséget, hogy én egy meglehetősen pontos, és indikátorok segítségével ellenőrzött megalapításomnak nincs egy kis elnézést. Légtöbb kollégák tudják, hogy az én átlagomat viszonylag kevés. Úgyhogy köszönöm szépen. Tehát tudnom kell azt, hogy mi a célom.
állományt növelni, állományt csökkenteni, ivararányt javítani akarunk. Harmadikon kitehetünk ivararány javításának érdekében. Nem kell szórakoznunk, azt a természet beállítja. Tehetünk tovább. Tervezés eltételeinek megteremtése. Mehetünk tovább. Két alkalommal ősszel és tavasszal végezzük el a szaporulat felmérést. Mehetünk tovább. A pak esetében, ha tudjuk, végezzük el a korosztály felmérést, ha tudjuk. Nem amúgy, hogy két éves, három éves, nem. Egy éves, két éves, középkorú öreg. Ez öreg alatt, én azt értem, hogy legalább két éves legyen. Mehetünk. Azt mondtam, hogy lehet számlálni. Lehet számlálni ennek a módszere ebben a könyvben is, és ha valakinek megvan a könyvem, abban én leírtam a módszert. Én nem esküszöm rá, hogy pontos, de az biztos, hogy arra alkalmas, hogy én a tervezést elvégezem. Több alkalommal el kell végezni ezt, amikor végeztük ezeket az állománybecsléseket saját vadászterületemben, hiszen évtizedekig vadászmester voltam, legalább háromszor elvégeztük ezt. Miért? Mert tanulságos volt. Tanultunk, egymást tanítottuk. A Csekő Sándor itt sokan ismerték, sokan ismerik. Ugye meghalt. Sándor a csapatából hol vagy? Hol van? Nem tudom, ki van még az élő között, Zsombor itt vagy. Lényeg az, hogy oda jártak hozzánk állomány felmérésre. Évekig oda jártak. Hát ők együtt tanultuk meg ezt. Állították, hogy valójában meg lehet csinálni. Lelövési terv készítése. Szederjei mit javasolt? Javasolta ezt, amit említettem, a pak állomány százas létszám esetében. Pakból összesen 8 darabot, sutából összesen, sutaülőből 8 darabot, gyidából 14-et, mert annyi volt a lőhető. Mit javasolok én? A vakból 20-25%-ot lőhetnek. A vakból, ha talál olyat, akkor lőjen. Ha nem talál olyat, ami lőhet, akkor ne lőjen. Nem szabad merev számokhoz alkalmazkodni a tervszámok készítésekor, megadásakor. Majd erre is még visszatérünk. Suta és ülőből. Ugyanerre ez a lehetőség, meg kell szabni, hogy milyen korosztályi sutát lőjek, amilyen alkal, vagy amilyen az állományomban nem van. Gidában elsősorban a gyenge cserevész, vigyázunk az első évesekre, ne bántsuk őket, főleg a bankgidákat. Olvashatjuk. A saját tapasztalatunk szerint abban az esetben, hogy 0,8 a fölnevelt gidaszám, az állományomnak 19. A 0,7 gidapers uta, a fölnevelt szaporra 15%-kal lelőhető. Erre a tudomány adott egy igen okos számítási lehetőséget. Szintén ebből a könyvből utána lehet nézni. Tehát sajnos nem tudom mutatni ezzel a... Nekem van 456 őzem, és a felnevelt szaporulatom 0,8, 19%-át lőhetem ki a tavaszi állományomnak. És akkor marad 456. Mehetünk tovább. Egy rosszabb hasznosítás 15%, mert csak 0,7 a felnevelt szaporulat. Ebben az esetben nem lőhetek sutát. Figyelmeztető. Mehetek tovább. A végrehajtás. Bakok esetében nem tartom indokoltnak a bakokra vonatkozó korosztály szerinti állomány lelövési tervet. Minek? Azt lőjük ki, amit ki kell az állományból venni. Kimérjük az egyéves bakot. A gidák lelövése esetén kompenzáló vadászat lényeges,
és a kidagasztósítástól függően nem lehet növelni a számot. Fontos, hogy érvényesüljön a válogató vadászat. Mit értek válogató vadászat alatt? A selejtezés és a válogató vadászat között óriási különbség van. Sugár professzor úr célzást tett rá. Ezek között van selejbak? Nincs. Aki azt mondja, hogy selejbakot lőd, annak az ősz számára nem érték. Selejt, őz, agancs nincs. Csak rendellenes, hibás. Selejt terméket lehet egy gyárba készíteni, lehet egy öntőnyi selejtes, lehet egy bőre selejtes. Az természet által produkált terméket nem selejtek, valamivel mással jelöljük, és az ő esetében jelöljük rendellenesen. Tehát kiméljük, mert ezek a következő években hozhatnak számunkra értékes agancs. Mielőtt befejezem az előadásomat, megköszönöm a Király István barátomnak, hogy ebben az előadás anyag összeállításában, mert én ehhez buta vagyok, segített, és megköszönöm azt is, hogy a korábbi években az ősz felnevelt szaporulatának vizsgálatában részt vett. Végül megköszönöm, hölgyek, urak, barátaim megtisztelő figyelmét.